Sziasztok, Géd vagyok, és egy kis robot szeretnék prezentálni. Ugye ez most már a úgynevezett streamer gépről megy. Ö, teszt vagy próba gyanánt, most 720p, 30 fps, 2500 kilobit, és a szerencsétlen Fenon 2 X370-es nyúzom vele, de itt az OBS szerint ilyen 50% körüli CPU terheléssel egész jól bírja. Nos, az egyik múltkori mm, videó elején, ha jól emlékszem, akkor vagy a Forza, vagy a PUBG elején volt már egy ilyen kis, rövidecske mm, összefoglaló. Ugye, ennek a videónak a fő apropója az az, hogy november 8 án tehát majdnem egy hete lett, két éve, hogy belevágtam az aktív videókészítésbe, akkor még ugye Youtube-on streamelés, meg videófelvételek, gyanát, inkább felvételek voltak, és később álltam rá a streamelésre, most meg már gyakorlatilag csak streamelek, egyszerűbb nekem egyébként a dolog, nem kell vágni, nem kell feltölteni, leülök, játszok, és megy föl. Twitch-re, vége van a streamnek, akkor Twitch-en rányomok, hogy légy szíves tölsd át YouTube-ra, és kész. Ahogy nézem egyébként a kameránál is sikerült megoldani ezt a lag dolgot, bár mondjuk most itt van a fejem fölött egy ledes lámpa, az világít, körben a szobában világít a csík, plusz még a szoba közepén két darab lámpa, mert kint olyan szaridő van, hogy igazából szerintem abból semmi fény nem lenne, de ne tévesszem meg, a függönyön megtörő, ott a függönyön megtörő, nem mindegy, szóval ott, ott. ott a függönyön, ahogy megtörik a fény, az ne. ne tévesszem meg, az éppen, hogy csak így beesik, látjátok, hogy mozgatom az arcomat, hogy itt, 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 itt látszik a kis természetes fény, ami kintről bejön, ez meg a lámpának a fénye. Na mindegy, ezen túl vagyunk, meg úgy ugye... <laughs> Meg hát, ugye a gyerek volt a cuccai, meg fölött a könyveim. Na, meg a mi került oda. Ja, egy bagoly, meg ugye Griff, meg a mindenféle vasút modell, jobban mondanám egy. 10-12-es, egy Taurus, meg egy 189-es van fönn. Na mindegy. Szóval. Én azt mondtam, hogy most már azért 680 fölött van a feliratkozó szám Youtube-on, 684 vagy 685 pontos számot nem tudok, a Twitch követők száma pedig 36. Egy elnézést az utolsó két feliratkozónak, vagy a Streamlabs-es overlay, -e ezt nem írta ki, nem tudom miért, Streamlabs néha csinál ilyeneket, hogy a ízében látszik, de most a listában sem látszott, ez a rohadt légy már itt van. Szóval a, volt olyan, hogy a listában látszott a feliratkozás, de az alert nem jött, hiszen az utolsó két feliratkozásnál sem a listában nem játszott, sem az alert nem jött. Jó, szétvakartam ezt a pattanást. Na mindegy. Ez ilyen. Úgyhogy ezekről nem. Amit én szeretnék, de úgy néz ki, hogy nem feltétlenül lesz meg, hogy idén még meg legyen az 50 Twitch follower. Hát jelenleg 36-on állunk. És van még hátra bő másfél hónap, nem tudom, hogy össze fog-e jönni, ez igazából rajtatok is múlik. Hogy aki uh, itt YouTube-on követ, abból hányan jönnek át twitch -re. tehát aki átjön, uh, tehát aki a gameplayek miatt iratkozott fel annó, teljesen mindegy, hogy az World of Warcraft volt, vagy a Flight Simulator, vagy egyéb gameplay, vagy a Witcher, vagy a, a, a Mass Effect Andromeda. Azt arra szeretném kérni, hogy ha szeretne támogatni, akkor legyen olyan kedves, hogy regisztráljon be Twitch-re, és itt a középen lévő linket látogassa meg, és legyen olyan kedves követni a csatornát. Ezzel nekem segítetek, mert ha elérem az 50, 50 követőt, akkor a Twitch elkezdi uh, vizsgálni azt, hogy megvannak-e a feltételek a... Mm, affiliate programhoz. Ugye ehhez jelenleg kettő dolog hiányzik, az 50 darab követő, illetve az, hogy legalább három néző legyen minden streamben. Ugye a, jön a Streamlabs küld havi összesítést, az októberi összesítő az tegnap jött meg, 17 óra stream volt benne, ugye az elvárás az 8 óra stream, tehát az megvan azt hiszem az, hogy 7, 7, nap legyen stream, tehát a 7 külön stream is meg volt októberben, novemberben is meg lesz szerintem, és illetve ami nincs meg az a három néző, mert azt írta, hogy átlag 1,82 néző van streamenként, abból egy néző én vagyok, ahogy nézem vissza saját magamat a tábla pc -n. tehát nem túl sikeres, ezt mondtam már, hogy így 35 évesen én nem fogok bohócot meg hülyét csinálni magamból. Én ilyen vagyok, ez a stílusom. Néha sikerül lazábra fogni, néha egy kicsit, hogy mondjam, merevebb vagyok, vagy fáradt vagyok, és akkor a játék, meg a pofázás egyszerre nem feltétlenül megy, meg még a csetet sem mindig figyelem. Egyébként ez, aki még nem próbált, annak mondom, hogy ezért ez nem könnyű műfő, hogy egy, figyelj a játékra, kettő, próbáld meg normálisan kommentálni, három, még figyeld a csetet is. Tehát ez a három dolog egyszerre, ez így elég erős és sajnos nem mindig sikerül, elnézésteket kérem, megpróbálok erre odafigyelni, illetve megpróbálok jobban kipihenten odaülni stream elé, de egész egyszerűen, hogy meglegyen a minős vagy a mennyiségi követelmény a Twitch felől, hogy az affiliate programot elérjem. Ahhoz viszont ez ez kell, és ennyi olyat meg nem szeretnék, hogy kikapcsolom a kamerát, meg a mikrofont, és akkor csak úgy tolom ki a gameplayt, mert, mert az szerintem unalmas. Tehát azt szerintem ti sem néznétek, ahelyett, ahelyett inkább játszatok, mint hogy kommentár, meg... Hát a fészkem az végül is annyira nem, de hát ha én bevállaltam, hogy lesz facecam akkor legyen facecam de egyébként szerintem a kommentár nélküli gameplayek azok valamilyen szinten unalmasak én is visszanéztem párszor magamat, ugye nagyobb streamerek nálam szokták mondani, hogy nézd vissza magad, és ha nem szórakoztató, akkor ne várd el. Ha magadat sem tudod szórakoztatni, akkor ne várd el, hogy másokat szórakoztasson a streamed. Ez igaz, hát volt egy-két stream, ami unalmas. Ugye, hát nem kéne erőltetni a két óránál hosszabb streameket, mert ahogy észrevettem ott a két-két és fél óra után van az, hogy itt teljesen leengedek agyilag, és olyankor már tényleg csak játszok, és nagyon ritkán szólalok meg. Ebben segítene mondjuk az interakció, tehát hogyha néznétek élőben, vagyis nem csak néznétek élőben, hanem hozzá is szólnátok a dolgokhoz, ez sokat tudne segíteni. A másik dolog, hát meg megpróbálom jobban reklámozni a csatornát, majd az ilyen magyar YouTube videósok csoportja meg ilyenekben majd be fogom rakni a Twitch linket, aztán majd kidobnak, vagy nem, <laughs> ez a lényege. A streamekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem felétek, nem tudom, hogy mennyire releváns a dolog, vagy mennyire fogtok rá egyáltalán válaszolni. Ugye ezzel az vagy kártyával ugye két lehetőség van, ugye a 720p 30fps nem szeretném, mert az már nagyon-nagyon nagyon az alja szerintem, tehát a kérdés az az, hogy legyen a 720p 60fps, vagy legyen 1080p, de azt ugye csak 30fps-sel bírja a, az avermédia kártya, ami ugye a gamer gépnek a képét fogadja. Úgyhogy igazából ez a kérdés, hogy 720p 60 fps vagy 1080p 30 fps bitráta nem változik, az marad ugye úgy 6000 kilobit, szerintem ezzel nincsen gond. Ugye a Twitch nem véletlenül emelte meg 3500-ról 6000-re. Hát ugye a 720p 60 fps 3500 az azért az elég, elég cudar volt, most hogy felemelték 6000, 6000 kilobit per a felső limitet, így azért már, már élvezhetőbb maga a műsor, vagy hát az adás. Na, miről akartam még beszélni? Ugye a Witcher 3-nál nem tudom, hogy hol tartok a sztoriba, de azért szerintem ezzel most, hogy már megyünk a köszigetre. ezért már eléggé előre haladott a sztori. Szerintem ugye fele környékén már járunk. Arra még emlékszem úgy halványan abból, ahogy nézegettem másik streamereknél, a Witcher 3-at, hogy kelleni fog majd még össze kell szedni a varázslónőket, az biztos, és akkor utána ugye le kell győzni a vadfalkát, de biztos, hogy ebben még lesz csavar. Tehát szerintem egy ilyen 15-20 óra kontent még biztos van benne. Ezt megpróbálom a, az alapjátéknak a főszálát e, idén megoldani. Emiatt lehet, hogy más streamek kicsit ö, háttérbe fognak kerülni. Az Assassin's Creed Origins-t is szeretném játszani, mert ugye hát nem véletlenül ruházott belé az ember. Ugye többen kérdeztétek, hogy FSX stream mikor lesz. A Flight Simulator az a balhely legutóbbi alkalom óta ö, tudjátok, amikor ö, mindenféle memória hibával kilépett, amikor a 7.37-esre próbáltam leszállni Amsterdamban hát azóta elég furcsán viselkedik. Már próbáltam új FSX CFG-vel, próbáltam más beállításokkal, egész egyszerűen nem hajlandó működni. Ráadásul mióta fölment ez a False Creators Update, azóta nem tölt be a PMDG-nek a 747-ese, ami hát így megint érdekes. Tehát írtam a PMDG supportnak, mondták, hogy szedjem le ezt meg ezt, és írtam nekik, hogy igen, ez a őszi Creator Update előtt járható út volt, akkor valóban, ha leszettem az adott leszettem az adott update-et, akkor utána elindult, de a mióta create, false creator update fönn van, azóta nem működik, és itt ugye azt mondták, hogy nem tudnak mit csinálni, írják Microsoftnak, mert ugye erre ők nekik már nincsen behatásuk, ugye joggal. Hát most a Microsoft nem tudom, hogy erre mennyire fog figyelni, vagy mit fog ezzel foglalkozni ugye flight simulatorra már semmilyen support nincsen, tehát azt mondták, hogy felejtsük el, a dovetail baszogassuk vele. Igazából nem tudom, hogyha egyszer az ő operációs rendszerük okozza a problémát, akkor jó lenne, ha figyelnének rá, de nyilván nem tudom, hogy hány olyan ember van, akinél ez problémát jelent. Az is lehet, hogy egyébként valamelyik másik adonnal akad össze, és azért nem működik, bár akkor meg nem tudom, hogy a security frissítésnek mi köze lenne hozzá. De hát a flight simulatorról ennyit, ott meg kell oldani problémákat, meg egy kicsit rugdosni kell a gépet, hogy működjön. Ugye ti is láttátok, hogy az elmúlt pár streamben egész egyszerűen nem töltötte be a tájat tehát nem hogy a táj textúráját, még a tájat sem töltötte be, és ez igazából elég tré. Mm, ez jó, igazából azóta van, mióta négy magos processzorom van, ugye az FX 8320-as, jó, az is négy magos, csak hyper volt, hogy is másféle hyper volt, ugye az FX 8320-asnál ez úgy nézett ki, hogy valóban 8 darab CPU volt benne, de FPU-ból csak 4 darab, és ugye a két, tehát az FX FX processzorok, azok blokkokból épülnek föl, és ugye egy blokkban van két CPU és egy darab FPU, és ugye emiatt, nem fel, emiatt tudják kb. ugyanazt, mint egy i5-ös processzor, ha FPU számolásról van szó, CPU-ban viszont megy mind a 8 szál, és emiatt ugye az FPS alacsonyabb volt, jóval a Flight Simulator alatt, viszont, viszont cserébe rendesen betöltöttek a textúrák. Most ezzel az i5-össel nagyon jó az FPS, cserébe a textúrák töltődnek szarul, sőt igazából a tirén sem, vagy a terén sem töltődik. Úgyhogy ezzel majd itt az FSX CRG beállításoknál kell valamit mahinálni. Érdekes módon a fórumokon az fx processzorokhoz rengeteg beállítást találtam, én is azt használtam és jó volt, az ios processzorokról viszont semmit nem írnak. Tehát egy. Ó, oh, ez a rohadt légy... Mindjárt levadászom. Na, mm, FSX megvolt, játékok megvoltak, és, és tényleg ugye a World of Warcraft-nál tényleg erősen gondolkozom azon, hogy ha visszamegyek, akkor viszont a jelenlegi Demon hunter letörlöm, mert ugye még be se léptem vele, és csinálok helyett egy hordás Demon és akkor ezt a Legion kiegészítőt megnézzük, mm, megnézzük horda oldalról is, plusz hogyha a Demon Hunter-rel elérem a 110-et, akkor meg lesz a Dynamic Duo Achievement, ami azt jelenti, hogy mind a két oldalon, tehát az alinál is, meg a hordánál is van egy maximális szintű karaktered, ez azért nem egy olyan gyakori achievement, bár nem is olyan hű, de ritka. Tehát azért el elég sokan megcsinálták már ezt. Hát majd meglátjuk. Én szeretném, meg tényleg, hogy a horda oldalról is megnézem. Ugye én arator szerveren játszok. Arator szerveren rengeteg Aliens Aliens játékos van, meg rengeteg guild van, viszont az a probléma, hogy van egy vagy két guild, ami, ami, csinál 25-ös rédeket, van egy csomó guild, ami a 10-es rédekre csinálja, és van még több, nagyon sok ilyen gyűjtő guild, akik akiknek még a 10 fős is problémát okoz, viszont rengetegen vannak benne, de ugye csak ilyen social szinten. Ugye én is Facebookon a World of Warcraft csoportban rákérdeztem, hogy a Rator Horda oldalon vale, van-e valamilyen ilyen social guild. Mondták, hogy van, majd valószínűleg hozzájuk fogok csatlakozni. Meglátjuk. Ez elég komolyan kiidegen. Hm. És nincs itt hol légy csopó. Mindjárt összetekerek valami újságot, azt a picsába. Szóval, ja, itt itt a wow val ez várható. Ugye mondtam, hogy a Witcher 3-nak a főszállát azt szeretném végigvinni. Most meg a hajom szállt bele, meg. Szóval a Witcher 3-nak a főszállát szeretném végigvinni, utána a kiegészítőket is, de lehet, hogy ugye az majd csak a wow val párhuzamosan. Illetve most, hogy megoldottak a Forza Horizon 3-mal a problémák, azt is, azt is szeretném nagyobb rendszerességgel tolni. Tehát akár ilyen hetente, vagy két hetente. Bár nem, mert ha hetente csinálom, akkor nem jövő, mert ugye Örülök, hati, örülök, ha a heti két stream összejön, és akkor az valószínűleg Witcher 3 meg AC Origins lesz, de az is lehet, hogy csak tisztán AC 3, vagy tisztán Witcher 3. De azért ugye ez a szerencsétlen Forza Horizon 3 is 18 000 forint volt, és szittem a Microsoftot, hogy milyen szart csinálnak 18 000 forintért cserébe és kiderült, hogy egész egyszerűen a gép nem bírta a játékot, meg a felvételt is egyszerre, és így tré. De most úgy látszik, hogy itt a streamer ez a probléma megoldódott, mert ugye nem a gép capture nem a gép kódol, ugye a gépen csak játszok, a streamer -gép meg csak kódol a videókártyának segítségével. Most, hogy így veszem fel egyébként ezt a blogot így nézegetem, hogy a CPU használat azért fölmegy néha 60-65%-ra is, főleg, hogyha csinálok egy ilyet, akkor így a CPU használat így fölmegy, meg vissza le. úgy um, ugye két másodpercre van állítva a kulcskép kocka. A most enkért, um, ugye ez úgy működik, hogy a kulcskép kockánál az egész, egész képet újra csinálja egyébként meg csak a változásokat. Na most itt 30 fps-nél a két másodpercenkénti azt jelenti, hogy minden 60. frémet rendel újra. Ugye minden 60. frame az teljesen új, nem csak a különbségek vannak rekordolva, ugye 60 fps-nél meg minden 120. Na jó, ezen túl vagyunk. Ugye azt a kérdést választottam, hogy 720p60fps vagy 1080p30, ugye ez, ez egy elég, elég érdekes kérdés, mert ugye sokan azt mondják, hogy a 60 fps sel élesebb a kép, meg tisztább a mozgás. Hát ugye az 1080p-nél meg ugye egyértelműen, hogy nagyobb a felbontás, de cserébe ugye ezt csak 30 fps sel tudom fölvenni, és emiatt ugye egy kicsit mosódottabbak, gyorsabb mozgások ez van. Meg ugye még az 1080p-nél azt hozzá kell tenni, hogy ez az avermédia kártya, ez ugye egy PCI express kártya, és az 1080p 30 fps-nél nem tudja a teljes szinteret lekódolni, csak egy csökkentett szinteret, tehát az színskálának az alját meg a tetejét levágja, és emiatt egy kicsit fakóbbak a színek 1080p-ben. A 720p 60 fps re meg az a baj, hogy nem tudom kinézte az legutolsó Witcher 3 streamet, amit már ezzel a streamer közvetítettem, hogy ugye a bemenet fixe 60 fps-re van állítva, viszont a Witcherben pedig ö, emlékeim szerint adati, van állítva a vészink, tehát hogyha 60 fps lesz leesik, akkor ugye ne, ne, fix FPS-eken jó, mert hogy hogy 60 FPS azt hiszem a, az EVO line volt az, hogyha nem bírta a kártya a 60 FPS-t, akkor lement 30-ra, a 30-at sem bírta, akkor lement 15-re, és mindig felezte az FPS-t. Most ugye az, ennél a adaptív vészinknél ez úgy működik, hogy ha megvan a 60 FPS, akkor ugye a vészink is arra működik, de ha lemegy, mit tudom én, 40-re, akkor a a frissítést is leveszi 40-re, hiszen ennek az Aver Media kártya nem feltétlenül örülült, és egy ilyen ugrás után, amikor fölment, mit tudom én, vagy 60-ról lement 40-re, és utána visszament 60-ra, amikor utána elkezdett egy kicsit akadozni a kép, mondjuk ezt a pufferelés kikapcsolásával megoldottam, de nem tudom, hogy ez mondjuk 1080p-ben hogy abszolválne. Mindegy, ezt meg el kell dönteni, de ez megint csak azt mondom, hogy a ti kommenteteken is múlik. Ti, igen, tehát ti kommenteteken múlik. Na, lassan befejezem, mert megint 20 percet pofázok gyakorlatilag a semmiről. <laughs> tudom, így kéne a játék közben és de játék közben a játékra is figyelek, ezért nem tudok annyira, annyira odafigyelni arra, hogy mit pofázok. Na, Szóval még egyszer, aki szeretné támogatni azt, hogy jobb minőségek legyenek a streamek, vagy több legyen a stream, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát lényeg az, hogy ha szeretnétek, hogy elérjem a Twitch Affiliate programot, akkor itt pont a középső linkkel légy szíves, kövessétek be a Twitch csatornát. Persze csak azt, akit a gameplay érdekel, aki a vasúti videók vagy a vlogok miatt jött, az, az persze ezt nem érdekli de én tudom, hogy egy egyetlen egy ember jött tehát YouTube-ról twitch re Tudom, hogy ez nehéz dolog, meg megszoktátok a YouTube-ot, meg Twitch másik, meg más az apja, meg más felhasználója, meg ha egyszer YouTube-on nézitek a vicces videókat, meg ezeket azokat, akkor miért kelljen átmenni twitch re Igazából azért kell, hogyha élőben szeretnétek nézni, meg ugye ott is vissza tudjátok azt hiszem 60 napig nézni a videókat, mert ugye a Twitch Prime-mal egyik jön a Twitch Turbo is, és akkor így 60 napig lehet 60 napig lehet tárolni a videókat, úgyhogy Twitch-en is vissza tudjátok nézni. Természetesen ott sincs transzkódolás. Most nézem, hogy érdekes a webkamera képe. Kicsit vészinkkel gondok vannak. Majd meglátjuk, hogy ez csak most a kijelzőn játszik így, vagy a Ugye lehet, ez a csíkok. Na, majd meglátjuk, hogy csak itt látszik-e, vagy látszik-e a felvételen is. <laughs> Mindegy, igazából nem tudok vele mit csinálni. Ez valószínűleg azért van, hogy a CPU már nagyobb terhelés van, vagy lehet, hogy csak egész egyszerűen a, a kijelzés ilyen. Ugye be van állítva az 50 Hz szűrés, és meg 30 FPS-en van, ugye ezt 60 FPS-en nem csinálta. Mindegy. Na, tényleg elköszönök, szóval a lényeg, mondjátok el a vényem arról, hogy 720p 60fps legyen, vagy 1080p 30. A, a twitch a stream, ugye ez annyiban befolyásolja, hogy utána az átöltött stream, tehát hogy 1080p 30fps lesz, akkor nyilvánvalóan nem tud, visszanézni sem tudjátok 60fps-sel ez, ez ennyit számít, ugye a gép, gép tudja mind a kettőt, tehát ez, ez a 80 p 30 at is röhögve kihögi magából ez a GT710-es kártya. Illetve ugye még egyszer mondom, hogyha szeretnétek támogatni Twitch-en, akkor azzal tudtok, hogy átregisztráltok Twitch-re és ezen, ezen a linken bekövettek. Hát és akkor így nagyjából ennyit szerettem volna mondani, ugye a streamer géppel már volt három stream, most ugye ez egy tesztfelvétel, mert hát ugye a webkamera is már a streamer gépre van rádugva, csak igazából annyi teszt, hogy hogy bírta a CPU kódolást, de hogy nézem egész jól. És akkor találkozunk legközelebb. Nem ígérem meg, hogy kedd este lesz stream. Ha úgy érek haza, akkor mindenképpen lesz az, hogy nem lesz itthon, úgyhogy ha a gyerkőc is úgy gondolja, hogy elalszik 9 óra környékén, akkor 9 óra környékétől valószínűleg lesz egy Witcher 3, és hát akkor utána a héten a továbbiakban fogalmam nincs, hogy hogy lesz valószínűleg valamikor hétvégén, pénteken vagy, vagy szombaton próbálok majd még egy streamet beiktatni, meg próbálom tényleg tartani azt, amit megfogadtam, hogy a heti két stream plusz az egy vlog meglegyen. Na hát most erre a hétre a vlog már megvan, holnap este lesz egy stream is, ha minden jól megy, és akkor még, még egy streamet majd próbálok beiktatni, az meg valószínűleg átszi, hogy jeans lesz. Na, köszöntöm szépen még egyszer a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor a szokásos komment, like, share, ha nem vagy még feliratkozva, akkor légy szíves iratkozz fel a YouTube csatornámra, ha érdekel, akkor a Facebook, Facebook oldalont is tudod lájkolni, like illetve amit mondtam, hogyha szeretnétek, támogatni engem, akkor a Twitch csatornámat is kövessétek be. Szóval itt a fejem helyen lesz egy feliratkozás gomb, illetve lesz két ajánlott videó. Ugye ez a videó csak Youtube-ra ment föl, úgyhogy mm, köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok!